Sziasztok! Köszöntelek benneteket a tavaszi haladó elvonulásunkon. Szunyi megkért, hogy beszéljek kicsit jó magam és a zen kapcsolatáról. És ezzel nem is mondhatod talán kevesebbet, talán erről tudok a legkevesebbet beszélni a gyakorlatomról. De a megélése az folyamatosan visszatér az elmúláshoz és a halálhoz. Számomra a gyakorlat folyamatos belehalás. Igazából a zen, különösképp itt a Kyocsén fogalmazódott meg bennem, hogy szinte mindent elvesz tőlem. Úgy érzem, hogy kihullik a kezemből mindaz, amit eddig magamnak hittem. És szép lassan felemészt a gyakorlatom, eddig már nem maradt semmi más, csak az. Eléget, mintha csak tűzben állnék, és mindent lebont rólam, bármit lehetségesnek mutat be, mindent és mindennek az ellentétét is. Sokáig a túlbuzgó elmeműködésemben ezzel annyira nem tudtam mit kezdeni, és egy ilyen végtelen nihil lett rajtam úrrá, és úgy éreztem, hogy semminek semmi értelme. És csak haladunk ezen a lebegő sárga jón a semmibe. És tesszük a dolgunkat, és legalábbis azt, amit annak hiszünk, és reméljük, hogy egyszer valahogy jobb lesz, és ez borzalmas. Aztán néha ugyanaz a gyakorlat, ami ennyire elvesz tőlem mindent, mutat valamit, amit nem tudok kimondani. Valami egyszerű belső derűt, ami miatt érdemes tovább csinálni. Amit néha magamban érzek, néha másokban látom. És sokszor ez a derűt, hogy tovább csináljam, és tegyek másokért is. És hogy ezt a derűt, ezt az egyszerűséget, és ezt az ezzel járó tisztellátást, ezt néha segítsek továbbadni, illetve elsajátítani. Különösebb értelmet, magasabb szintű értelmet még nem sikerült benne találnom, mert minden, amit eddig valaha találtam, az akkor szét is bomlott lassan a gyakorlat során. És szeretném már nagyon feladni a keresést ennek kapcsán, de még mindig bennem utaszkál valami, ami akar valamit, hogy ez most ezért, és akkor most csináljuk tovább. És mindig van is, aztán ki tudja, hát ha egyszer kifogyok ezekből, és csak csinálni fogom, és csak gyakorolni fogok, és csak segíteni fogok. És akkor majd látni fogom, hogy mi ez. Nagyon jó volt veletek gyakorolni egyébként itt az elmúlt napokban. Úgy érzem, hogy nagyon komoly éberség és jelenlét, ha lehet így mondani, akkumulálódott így a dharmateremben a gyakorlatotok és a gyakorlatunk által. Így bentlakókra is, ránk is mindig nagy hatással van az elvonulás, ha van, és mi is mindig legalább egy kis részt kapunk belőle, és bennünket is mindig megmozgat és átalakít ez a munka. Különösképp, hogyha minél többet csatlakozunk, ugye mennyire a munka engedi. Úgyhogy nagyon ügyesek voltatok, és ügyesek is vagytok, és gyakoroljatok tovább, és remélem, hogy még sokat tudunk
együtt gyakorolni itt, és akár bárhol máshol is. Köszönöm szépen!